Még nyár elején vette kezdetét a Nádasdy utca felújítása Bonyhádon. A hivatalos átadóra azonban nemrégiben kerülhetett csak sor, ugyanis a 436 méter hosszú utcakasz korszerűsítése során a kivitelezőnek számos plusz feladatot kellett orvosolnia. Kezdeti nekiinduláshoz képest a teljes alépítményt ki kellett cseréljük az útban, mert itt a közműfelújítások során ilyen-olyan állapotban valósultak meg ezek a dolgok. Szerencsére az önkormányzat ebben partnerolt, és azt gondolom, hogy most korrekt módon megvalósult itt a felújítás. Bonyhád egyik legjobb minőségi utcája lett szerintem, és hosszú távon fogja szolgálni az itt lakók biztonságos és kényelmes közlekedését. Most már lassan majdnem 50 éve készült az előző ütem, úgyhogy éppen időszerű volt. Márciusban kaptunk munkaterületet, de a tényleges kivitelezés nyár elején indult meg. És akkor sajnos ez hátráltatta ez a rengeteg alépítmény. Ugye nagyon szűk az utca, saját magunkon kellett folyamatosan áthaladni, úgyhogy egy bő 3 hónap volt a kivitelezés. Az egyik oldalon teljesen megújult a teljes útszegély, ott a járdaburkatot is megújítottuk, a másik oldalon szakaszosan csak a szükséges helyeken cseréltük a szegélyeket, amúgy tényleg teljes alépítmény cserével szinte a teljes burkolat felület alatt. Az egyik lakótól megtudtuk, hogy 1961-ben költöztek a Nádasdy utcába. Mindössze 2 ház volt, a Dobosi meg a Tamási fél ház volt, a többi lefelé nem volt út. Földes út volt, a vizet úgy kellett építkezéssel befolyatni, megengedték, mert akkor még nem kellett fizetni a vízért. És úgyhogy akkoriában egy nagy örömmel volt Bártalpátiból, hogy jöttünk ide. Akkor még bányába jártam, akkor még könnyebb volt kifizetni az adósságot, meg így sikerült kerülnem Bonyhádra. 2 éve nincs autóm, de örülök neki, hogy autónk van, mert könnyebb a közlekedés is, mert nem kell már, kerülgetni az izéket, mert minden. Mert sok probléma volt ebben az utcában, mert arra lefelé. Ott mélyed és süllyed mindig meg minden, de nekem szerencsém van, mert itt voltam egy kis pontra. Itt a főcserétben lakom. Bonyhád város még 2021-ben nyert 206 millió forintot belterületi utak és járdák felújítására. Ebből az összegből a Nádasdy utcára közel 48 millió forintot különítettek el. Nagyon örülünk annak, hogy végre a Nádasdy utcára is sor került, hiszen már hosszú idő óta jogos igénye volt az itt lakóknak, hogy megújulhasson ez az utca is. Természetesen, amikor egy döntés megszületik, hogy melyik utca kerül felújításra, akkor nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Egyik és alapvető és fontos szempont az, hogy milyen állapotban van, de a forgalmat is figyelni kell, és itt alapvetően azért a Nádasdy utca lakói elsősorban, akik használják ezt az utcát. Ezért néhány évvel ezelőtt, az elmúlt években, amik megvalósultak új útfelújítások, azoknál egy-két másik utca előrébb került, de szívből örülünk annak, hogy most erre is sor került. Egyrészt köszönhető ez Magyarország kormányának az ő támogatásának, hiszen egy tavalyi pályázat során 206 millió forintot nyert a város arra, hogy ilyen belterületi utak felújítására, illetve járdafelújításokra sor kerülhessen. Ennek a programnak a keretében valósult meg ez az útfelújítás. Ugye ebből valósult meg a Jókai utcánk, illetve a Hoffer Károly utcánk, és még vissza van az idei évben a Vasvári Pár utcának a felújítása. Amikor a felújítás megkezdődött, akkor azért némi problémával szembesült a kivitelező, de nincsen semmilyen beruházás, meg felújítás olyan problémák nélkül, ami minden akadálymentesen vagy zökönmenesen menne, ez sem volt így. Ezért nagyon hosszú időre sikeredett a kivitelezésnek az ideje, és ezért is hálás szívvel köszönöm meg most ezúton is az utca lakóinak, hogy nagyon nagy türelemmel várták ki a beruházás, a felújítás végét. Nagyon összetartó és egy jó csapat lakja ezt az utcát. Itt az előbbi beszélgetésekből is kiderült, mert eddig is ezt tapasztaltam az itt lévők tekintetében, mert ők is úgy gondolták velünk együtt közösen, döntéshozókkal közösen, hogy inkább várják ki azt az időt, ami szükséges a jó munkájához. Azonban a legfontosabb, hogy a végeredmény hosszú távon az utca lakóinak érdekeit szolgálja. Az említett kormányzati támogatáson felül 22 millió forintot nyújtott a város az útfelújításhoz, és további 7 millió forintot a járdafelújításhoz, és így összességében 77 millió forint volt a kivitelezés végösszege.